Sziasztok! Ez itt a Térfelcsere podcast, ahol ezúttal térfelecseréljünk a labdarúgókkal, mivel most mi lépünk pályára. Egy egészen különleges helyszínről vagyunk most. Szerencsére sikerült stúdió körülmények között felvenni ezt az adást, vagy valamelyest jövő időben is mondva. Ami a lényeg a témákkal kapcsolatban ma, hogy az Afrika kupával fogunk egy kicsit foglalkozni, ezen kívül pedig az NBA-nek a úgymond féltárnál járunk, és ezért arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan adást, amiben avval foglalkozunk, hogy mi volt eddig a félszazomban, és hogy mit várunk a következőktől, természetesen kicsit kikacsintva az átigazolásokra, és szokás szerint itt van velem Vargyú Dániel is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Kicsit új ez a stúdió, ugye még nem voltunk itt ilyen körülmények között, de szerintem hamar meg fogjuk szokni ezt a közeget is. És ahogy már ezt említetted, szerintem akkor kezdjünk az Afrika-kupával, és beszéljünk egy kicsit uh, arról, hogy nagyjából mégis mi ez az Afrika-kupa, és hogy hogyan tudjuk elképzelni, és mi ennek a jelentősége. Üm, elsősorban azt láthatjuk, hogy ezt a tornát nagyjából két évente megrendezik. Tehát míg az Európa-bajnokságot, meg a VB-t, ugye ez egy négy évenként megrendezendő torna, addig az Afrika-kupát két évente megrendezik, és ezt talán valamelyest, lehet, el is vesz egy kicsit az érdemeiből. Hát egészen érdekes egyébként ez az Afrika Kupa, tehát sokkal unikálisabb, mint egy Európa bajnokság. A mérkőzések nagyon kaotikusak tudnak lenni, ezért is kicsit én úgy fogalmaznám meg ezt, hogy ezt a kupát exotikus nézni, amilyen maga ez az egész kontinens is. Vannak ilyen csodacsapatok évről évre, nekem például nagy kedvencem volt 2019-ben Beninnek a felfutása, de ugye ez most egy elhalasztott torna, tehát ez is egy úgy, mint az Európa bajnokság, egy Covid miatt elhalasztott torna. Nos, ugye alapvetően ezt a tornát 2021-ben szerették volna megrendezni Kamerunban, de ez el lett halasztva 2022-re. Nem tudom, hogy ez mennyiben veti vissza minőségileg ezt a tornád, de alapvetően, hogyha egy kicsit arról beszélünk, hogy milyen volt ez az Afrika Kupa korábban, akkor azt azért látni lehet, hogy vannak magyar érdekeltségek, azon kívül, hogy Magyarországon játszó játékosok játszanak az Afrika kupán. Volt korábban két bajnokedző a kupának a történetében, Titkos Pál 1959-ben Egyiptommal első külföldi edzőként nyert ezen a tornán. Második nyertes magyar edző pedig Csanádi Ferenc volt, aki a Kongi Demokratikus Köztársaság ott vezette győzelemre 1968-ban. Tehát látható, hogy Magyarországon úgymond van némi kötődés az Afrika-kupához. Ez teljesen igaz. Én még egy kicsit visszacsatolnék erre, hogy ugye vannak meglepetések. Megnéztem, hogy az utóbbi tíz évben milyen csapatok szerepeltek az elődöntőkben, és itt megtalálhattuk az előző tíz év legjobb négy csapatok között például Burkina Fászót, a kongói Demokratikus Köztársaságot, Malit és például Zambiát is, és emellett szerintem mondjuk el, hogy például ebben a csoportkörben is voltak meglepetések, például negatív értelemben beszéltünk akár Gánáról vagy Algériáról, még a pozitív oldalon akár a Komor-szigetek vagy egyenlítői a Sierra Leone vagy például Gambia is mindenképpen egy jó teljesítményt nyújtottak. Előzetesen arra gondoltam, hogy talán ezen a tornán nem igazán fognak úgy kiütközni azok a nagy különbségek, amiket talán a, a keretek és a játékosok között vannak. Ez, ez valamilyen szinten be is igazolódott. Azt láthattuk, hogy rengeteg egy-nullás mérkőzés volt. Tehát az első fordulóban talán három mérkőzés, ami nem egy-nullra végződött, tehát mindenképpen ilyen szűk meccseket játszottak, és nagyjából megnéztem, hogy milyen volt a meccsenkénti gólátlag, és ez nem érte el a kettőt. Tehát 1,9 volt nagyjából a meccsenkénti gól átlag, ami szerintem elég alacsony. Igen, főleg annak tekintetében érdekes ezt megvizsgálni, hogy az Európa-bajnokságon sokat gondolkodtunk meg, meg, beszélgettünk azon, hogy mennyire kevés gól születik, akár mondjuk a finneket nézhetjük meg hasonló országokat. Nem született nagyon sok gól az Európa-bajnokságon, de itt azért még ezt a Viszonylag alacsony szintet is alul tudják rugni. És, és egyébként jellemző az, hogyha egy kicsit megnézzük az XG-t, hogy a legtöbb csapat igaz, nagyon kicsi mintáról beszélünk, tehát három meccsről beszélünk csapatonként, de hogy képesek az XG-jüket túlrugni, ezáltal a másik oldalt meg rengeteg csapat túl is kapja, mint kellene. Én arra gondoltam, hogy ugye megvan már a legjobb, 16-nak a sorsolása, tehát akik már továbbítottak a csoportból, de alapvetően megnézhetjük, hogy a csoportok hogyan alakultak ki. Jó, jó, rendben. És kezdhetünk az A csoporttal, ahonnan volt ugye két továbbító, Kamerun, mint házigazda, és Burkina Faso, mint azt hiszem meglepetés csapat, arról beszélhetünk. Na most Kamerun kapcsán azt gondolom, hogy ők akár a végső győzelemre is esélyesek. Kifolyóan ezt abból, hogy hazai pályán játszanak, és ahogy látszódott is, egészen nagy pluszt ad nekik ez, ez a tudat. A torna előtt én nagyjából őket egy olyan 5 hatodik számú esélyesnek gondoltam, talán egy kicsit alulbecsültem hazai pálya előnyét, viszont így a csoportkör után szerintem az első vagy talán a második számú esélyesről beszélhetünk. Remek játékosaik vannak, itt szerintem elég kiemelni mondjuk Onanát, Zamboangisztát, vagy akár a mostani potenciális gólkirály jelöltünket, a Bubakárt. És azt fontos elmondani, hogy igazából ők voltak talán az egyetlen gólgazdag csapat ezen a tornán eddig. Ejtetünk szót egyébként itt a gólkirály jelöltekről is. Abubakár mindenképpen egy egyértelmű esélyes, főleg annak tekintetében, ha visszamegyünk mondjuk 2010-ig, ahol azóta eltelt öt torna, tehát az Afrika kupák történetében, gyakorlatilag Gedó az egyiptomiak egyik támadója, aki már azóta visszavonult, öt gólt tudott rugni, amit most Abubakar is megrugott, és az, azóta az elmúlt öt tornán nem rúgtak háromnál több gólt a játékosok, és úgy lettek gólkirályok. Sőt, mondok jobbat, volt olyan, hogy két gollal voltak gólkirályok, körülbelül egy, talán két vagy három torna is így zajlott le. Elég szomorú ezt hallani, hogy igazából nem születnek kiemelkedő csatárteljesítmények, viszont szerintem itt nincs kérdés, hogy Abu Bakar gólkirály király lesz. Tehát nem látom azt a teljesítmény mögötte, hogy bárki is képes lenne őt megelőzni. A torna előtt gondolkoztam esetleg, hogy Sebastian Haller esetleg partró képes lehet megugrani ezt a szintet, vagy akár a Liverpooli támadók esetleg Riyad ez. viszont szerintem egyikőjük sem alkotott olyan nagyot. Esetleg még Viktor Oszimenen gondolkodtam, aki ugye a sérülés miatt nem lehetett itt a tornán, szerintem azért ő is egy erős jelölt lehetett volna. Ha tovább megyünk a B csoportra, akkor abban a csoportból Szenegál jutott tovább, és Kína nagy meglepetése, szintén azt hiszem egy hasonló a nagy meglepetés, mint a Burkina Faso-i továbbjutás. Szenegál szerintem szintén egy olyan csapat sziszével az élen, amelyik esélyes lehet a tornának a megnyerésére. Én egy kicsit csalódtam bennük, megmondom őszintén, lehet, hogy nem kaptak gólt, viszont az egy rugott gól, az nekem nagyon-nagyon kevés. Tekintve azt, hogy papíron ők rendelkeznek a legértékesebb kerettel, és olyan sztárjaik vannak, mint Edward Mendy, Kulibali, Idris vagy mondjuk Sadio Mané, csak hogy a legnagyobbakat emeljük ki közülük, és szerintem egy viszonylag egy kiegyensúlyozottság is megvan a keretben. Tehát minden posztra megvannak a topligás játékosaik, és szerintem emellett ez egy kisebb alulteljesítés. Azt még megemlíteném, hogy ugye a csoport harmadikakról nem beszéltünk, de az előző csoportból, ugye Zöldfoki-szigetek szintén továbbjutott csoport harmadikként, valamit ebből a csoportból Malavi is megtette ugyanezt. Igen, igazából ugye nekem is fel vannak írva, csak nem ilyen sorrendben. Én úgy gyűjtettem ki őket, hogy első-kettő csoportból továbbító csapatot, és a harmadikokat egy külön kategóriába írtam itt a papíromon, de nyilvánvalóan igen, azok, azok a csapatok is továbbítottak. Viszont ha tovább megyünk a következő csoportra, akkor ugye onnan van még első két helyen további ugye a Marokkó és Gabon. Három, három, olyan csapatom volt torna előtt, akiket én azt gondoltam, hogy esélyesek lehetnek a végső győzelemre. Kettőt már elmondtam, mint Kamerun és Szenegál, Marokkó volt a harmadik, ugye a két fradi játékossal a fedélzeten. A marokkó is egy elég erős jelölt volt, én talán őt egy harmadik, negyedik számú esélyesemnek tekintettem. Itt is kimondott a jó játékosokról beszélhetünk a keretben, mint mondjuk Akimi bóno a kapuban, vagy vagy például Szájsz a védelemben. Itt bennem kisebb kérdés volt Hakim Ziesnek a az esete. Ugye őt nem hoztak ki a kapitány a tornára egy kisebb konfliktus miatt, ez vetett fel bennem kérdéseket a teljesítményükkel kapcsolatban, de őket továbbra is talán az egyik legnagyobb esélyesnek tartom. A következő csoportból Nigéria és Egyiptom, akik tovább mentek. Nigéria szerintem egy egész jó játékot mutató csapat, de az előzetes beszélgetéseink alapján talán erről tettem, most többet tudsz mondani. Nekem nagyon nagy elvárásaim voltak Nigériával kapcsolatban. Én őket próbáltam talán a legnagyobb esélyesként kezelni, és ez most is így van. Engem nagyon meggyőzött a játékuk, főleg amikor Egyiptom ellen játszottak, ugye a csoportnak a rangadóján, és ott nagyon erős dominanciát mutattak a pályán. A keretük nagyon jó, szerintem egy picit ornehéz is, mert rengeteg jó támadójuk van, tekintve úgy, hogy az előbb említett Osszimen nincs is a tornán, valamint Igaló sem, aki az előző Afrika kupán kimondotta a jó teljesítményt nyújtott, ezért összességében én őket egy, talán most a legnagyobb esélyesnek tartom a házigazda Kamerun mellett. És szerintem itt ejtsünk még akár Egyiptomról is egy szót, mert szerintem Mohamed Salah miatt ez mindenképpen megér egy gondolatot. Két rugott gól, egy kapott gól, igazából szerintem semmi extra, amit nyújtottak. A kötelezőket hozták, de annál semmi többet. Igen, nekem is kicsit csalódás Egyiptomnak a teljesítménye. A következő csoport az E csoport, ahonnan ugye van egy elefántcsontpartunk és egy egyenlítő gínánk. Azt hiszem, hogy az egyenlítő gína, az, az tényleg valami elképesztő, hogy ők hat ponttal továbbmentek ebből a csoportból, és elefántcsontpart még egy érdekes történet, hogy ugye ők így jutottak tovább, ahogy hét ponttal, ez egészen jónak mutató. Szerintem, ami ebből a csoportból a hatalmas nagy csalódás az Algériának a szerepe, mert a torna előtt ők rendelkeztek az egyik legnagyobb veretlenségi szériával. Sokan ugye mondták is azt, hogy akár meg is döntetik az olaszoknak ezt a nemrégiben felállított rekordját, de valami azért el az Algériánál. Egy pont, három mérkőzésen, egy rugott gól, négy kapott, azért ez egy hatalmas pofonnak mondható, főleg úgy, hogy milyen szériát építettek ki. Ugye a címvédőről beszélünk a tornán, és azt szerintem megemlíthetjük, hogy én Jamel Belmadit összességében egy jó edzőnek tartom. A keretükben vannak jó játékosok, talán nem, nem olyan kiegyensúlyozott, mint a legnagyobb aki, viszont ezt például az előző tornán is tudták kompenzálni. Emellett megemlíteném azt, hogy itt történt egy kisebb teljesítés, amíg egy nagyjából egy három és feles XG-re egy gól tudtak rúgni, még a másik oldalt egy, nagyjából egy kettes várható gólra négy gólt kaptak, szerintem itt összességében alul teljesítettek emiatt, viszont Elefántcsontpartól is ejtenék néhány szót, ahol egy, megint egy jó keretről beszélünk, talán itt is egy kicsit ornehezek, mert rengeteg jó támadójuk van. Ez még akár jól is jöhet nekik a következőkben. És az utolsó csoportunk, az ugye onnan továbbított Mali és Gambia, mellettük persze Tunézia is a harmadik helyen, de beszéljünk inkább erről a mondjuk ezt a meglepetésről, tényleg azért, hogy itt nem Tunézia jutott elsőként tovább, 7-7 ponttal az Élen, Mali és Gambia. Hát nem is tudom, erre mit mondjak. Mérkőzését láttam, azt hiszem Gambiának. Ennyire nem győztek meg, és nem is tartom őket kifejezetten jó csapatnak, de egyértelműen egy meglepetés volt ez, amit ők meg tudtak itt csinálni talán ez egy gyengébb csoport volt így összességében, hogyha a többit nézzük. Igazából Mali egy jó teljesítmény nyújtott, hozta a viszonylag kötelezőt, még szerintem annál többet is. Gambia egy sokkal érdekesebb eset szerintem. Ugye megnéztem az XG-jüket nekik is, hogy nagyjából hogyan teljesítettek, és az XG-jük három meccsen nem érte el a felet. Tehát alig dolgoztak ki helyzeteket, ugye erre rúgtak három gólt, tehát lényegében mindenből gólt rúgtak, ami kapura ment, és a másik oldalt pedig ez ugyanez megfigyelhető, ahol három és fél négy gólnyi helyzetet kellett volna bekapniuk, és ha, ha, jól nézem, egy gólt kaptak. Tehát ez egy nagyon durva felülteljesítés volt. Egy, egy meglepetés csapatról beszélünk, de szerintem ez a kieséses szakasz első körében már meg fog mutatkozni. Azt hiszem, hogy valamelyest beszélhetünk a kieséses szakaszról is. tartunk a legnagyobb esélyesnek ebből, erről az ágrajzról, aki esetleg a döntőt is megnyerheti. Akkor kezdem én a, listámat. Említettem már, hogy, hogy Kamerun lehet az egyik nagy esélyes. Nekik viszonylag jó az ágrajzuk. Ugye most a komor szigetekkel játszanak, és a következő körben pedig a Guinea Gambia mérkőzés győztesével. Szerintem ez segít nekik. Én még Nigériát gondolom egy, egy, esélyesnek. Igaz, most egy viszonylag nagy ellenféle játszanak ugye a Tunézia személyében, de szerintem megvan minden esélyük arra, hogy ezt is sikerrel vegyék. És szerinted végső győztes? Én megtippelem most Nigériát. Jó, én pedig Kamerunt. Na. Mert ugye már kifejtetted, hogy a könnyű sorsolás azért nekik játszik meg a hazai pálya is. És folytatjuk az mb 1 el viszont még az Afrika kupára egy kis kitekítőt vonnék, hiszen gyakorlatilag ugye az MB1 és az MB2 is adott játékos az Afrika kupának. Tunéziát Lajdoni képviseli az MB1-ből, ugye említettem már a két mai Marokkónál, zöld fogik szigeteken stopira a balhátvéd, Gyálló mondjuk padozik Gambiában, viszont Yashin Hamed az MB2-es nyíregyházából volt ott az Afrika kupán, amíg ki nem esett ugye Szudánnal. Nos, az MB1 hamarosan indul. Kérdés egyébként ennek kapcsán is, hogy a magyar klubokat az mennyire viselheti meg, hogy Adott esetben szerintem a Fradit legjobban ugye három játékos hiányzik, de felteszem mind kérdést, hogy ez az első mérkőzésen a Puskás Akadémia ellen szerinted mennyit fog? Mennyire fog ez látszódni? Azt gondolnám itt, hogy ennek nem lesz talán olyan túl nagy hatása. A Fradinak egyébként is egy viszonylag mély kerete van, ezért nem gondolom, hogy ez túl, túlságosan befolyásolná a mérkőzést. Még itt annyit említenék ezekre a játékosokról, hogy Stoffira s csapatkapitányként képviselte a Zöldfoki-szigeteket, végigjátszott minden mérkőzést. A máé testvérek közül, ugye Szemi Maié az első csoportmérkőzést végigjátszotta. Laiduni nagyjából két mérkőzésnyi játékidőt töltött a pályán. A gambiai légiósnak igazából csak epizódszerep jutott. És itt még megemlíteném talán egy ilyen érdekes vonatkozásként Payne Stilt, aki korábban játszott a Fradiban, és most azért a gánai csapatban is nagyjából egy másfél mérkőzésnyi játékpercet a pályán töltött. Azt hiszem, akkor teljesen rátérhetünk az NBA 1 re is. Fél év ugye eltelt itt már a szezonból, és ugye 17 meccsel állunk, 17 lejátszott mérkőzésre, kiéve a Ferencváros és a Puskás Akadémia helyzetében, akik ugye pótolni fogják hamarosan ezt a elmaradt mérkőzést. Azt hiszem, hogy megnézhetjük egyenként szinte, hogy ahol ugye egy nagy átigazolási mozgás volt, kezdjük inkább avval, hogy az MTK-nál mi a helyzet, mert jelen pillanatban ugye ők állnak a kieső helyen, és Márton Gáborék rengeteg játékost igazoltak. Ez elég lehet a bennmaradáshoz? Én azt gondolom, hogy ez elég lehet, és, és nem csak feltétlen azért, mert erősítettek, hanem én inkább a versenytársakban látnám azt, hogy túl teljesítettek, és szerintem az MTK-nál lesz kettő gyengébb csapat, aki ki fog esni, de szerintem erre majd a későbbi, későbbiekben rátérhetünk, hogy mégis ki az a két-három csapat, akire mi gondolunk a kiesés kapcsán. Ugye az MTK-hoz én két nevet írtam fel, aki én egy komoly érkezőnek gondolok, mert érkezett két szlovák szélsővédő, viszont mi őket nem igazán láttuk eddig korábban játszani, nem tudjuk, hogy mire lehetnek ők képesek, ezért inkább nem is mennék bele az, nekik, a, hogy mit várok tőlük. Viszont van itt egy futács Márkunk és egy Stefan Spirovski, aki mind a, mind a ketten játszottak már Magyarországon. Futács Márkót ismerjük, Kicsit át kell alakítani az MTK-nak a stílusát, de a bemaradás érdekében nem tudom, talán érdemes ezt megkockáztatni. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy az MTK bent tudjon maradni az első osztályban, és még hogyha a tabella végén is, de stabilan tudja tartani az MB1-es tagságát, szerintem ez, ez megér annyit, hogy megtegyék ezeket a változtatásokat. Most szerintem beszéljünk még a kisvárdáról is. Annak tekintetében egyébként kifejezetten érdekes, hogy idén télen egyébként kiket igazoltak eddig, két játékos érkezett, egy kapus, egy ukrán kapus, és azt hiszem, hogy volt még egy játékos, akit szerintem névileg is érdemes megemlíteni, ő Markovski, aki egy lengyel labdarúgó, a Slack wroclaw érkezett, ugye Tamás Márknak ő volt a csapattársa, érte pénzt is fizetett a kisvárda, és azt gondolom egyébként, hogyha ugye megnézzük a kisvárdának ezt a őszi szereplését, akkor ez egy révészatillától, ez egy olyan szakmai munka alapvetően, ami szerintem kivizetődő lesz a tavaszi szezonban is. Viszont egy kicsit annyiban azért vitatkoznék, hogy itt megint ránéztem az XG-re, hogy azért lássak egy nagyjából egy valósabb képet, hogy mégis mi az, amit ténylegesen lövések és helyzetek alapján képes ez a csapat kidolgozni. És hogy azt látjuk, hogy a Kisverdenak most a golkülönbsége plusz 14-es. Az XG alapján nagyjából egy egyes gólkülönbségük kellene, hogy legyen. Tehát nagyjából 13-mal teljesítik túl az XZ különbségüket. Ez nagyjából úgy néz ki, hogy kb. 9 góllal rúgtak többet, mint amennyi az elvárható lett volna, nagyjából négyel pedig kevesebbet kaptak. Én azt gondolom, hogy egy kisebb visszaesés lesz tőlük majd a tavasszal, de szerintem olyan nagy mértékben erre nem számítanék. Természetesen én sem bajnoki esélyesként számolok velük, ezt csak arra mondtam, hogy igazából az a szakmai munka, amit Joao Janeiro elkezdett itt nyáron, azt szerintem kiválóan viszi tovább Erős Gábor. Erre gondoltam én alapvetően. Ja, igen, igen, ebben azért szerintem egyet tudunk érteni. Ha tovább megyünk egy másik csapatra, ami érdekes lehet, én azt gondolom, az a Fehérvár. Ők jelen pillanatban a negyedik helyen állnak, viszont én azt gondolom, hogy eddig nem igazán jött ki nekik a lépés az NBA 1-ben, hiszen azért nagyon sok mérkőzésük ment el úgy, hogy nekik kellett volna győzniük. Ha a téli átigazolási időszakot nézzük, az ő esetükben két játékost mindenképp ki lehet emelni. Péter Zúj érkezett a Basaksehértől, aki Szabics Imre volt az edzője, azt hiszem a Strumgráznál, Imre másod edző volt ott. És érkezett még a Dynamo kiev Bogdán Lenyev, azt hiszem így kell ejteni a nevét, de majd megtudjuk a magyar kommentátoroktól. Ők középpályára érkeztek, és azt hiszem, hogy ez egy hatalmas erősítés a középpályán. Nagyon elgondolkodtató az egyébként, hogy mi lesz a védelemmel, ha azt vizsgáljuk, hiszen még Musliu volt az, aki ugye elment az Ingolstadthoz a Bundesliga 2-be. Én pár nappal ezelőtt egyébként beszélgettem Jóász Rolanddal, és azt mondta, hogy egyenlőre igyekeznek majd házon belül megoldani a dolgot, de nem zárható ki az, hogy fognak igazolni is. És én azt hiszem, hogy itt védőposzton elég, elég vékonyak, de ha ezt sikerül pótolni, én azt gondolom, hogy a Fehérvár simán behúzhatja majd a tavaszi szezonban a második helyet a Ferencváros mögött. Kicsit elővenném azt, hogy hogyan teljesítettek. Ők azért egy minimális túl teljesítésben vannak ahhoz képest, tehát náluk az volt a, a feltűnő, hogy ők, hogy ők nem dolgoznak ki rengeteg helyzetet mérkőzésenként. Tehát hogy azért ez az nem volt annyira jellemző, viszont az erősítésekkel, és tekintve, hogy, a, hogy az előttük lévők hogyan teljesítenek, ha nem is a második helyre, de szerintem a konferencialigő helyek egyikére biztosan be fognak futni. Nézd, ez attól is függ egyébként, hogy ugye a kupát kinyeri. Mind a ketten versenyben vannak végig itt a, ugye a nagyok közül, mondjuk úgy a Fehérvár és a Ferencváros közül a, a kupában, tehát simán lehet, hogy valamik megnyeri a kupát. Én úgy számolok igazából, hogy adott esetben, ha nem lesz meglepedés a kupában, akkor a nemzetközi kupaporondra a Ferencváros, a Kisvár, a, a Felcsút és a Fehérvár fog menni, Mm, igen, szerintem ebben nem lehet egyébként kérdés, hogy ez a négy csapat, ami jelenleg kiemelkedik. Szerintem abban sincs köztünk vita, hogy a Fradit várjuk bajnoknak. Szerintem... De beszéljünk erről. Jó, beszéljünk erről. Igazából, hogyha megnézzük egy picit, az alapozó számaik, így is a Fradinak nem a legjobbak, de a második legjobb alapozó számaik vannak. Ők az egyik legnagyobb túlteljesítők is emellett, viszont azt szerintem emeljük ki, hogy a Fradinak olyan minőségi kerete van itt a mezőnyhöz képest, hogy szerintem ebben a mezőnyben ez el is várható valamilyen szinten, vagy ha nem kell rajta meglepődni, hogyha ők képesek túl teljesíteni ilyen játékosokkal elől is és hátul is. A Paksnak vannak egyébként kicsit jobb számaik, de nekik ezek azért vannak, mert rengeteg sok helyzetet dolgoznak ki, emellett... És Ádám Martin be is lövi ezeket. Pontosan, tehát ők azok, akik legnagyobb mértékben képesek ezt túlrúgni, talán náluk csak a Debrecen rúgja egy kicsit jobban túl magukat, de ugye a Paksnál akkora volumenről beszélünk, hogy, hogy igazából ez jön ki itt. Persze, hát ami jót a Bognár hogy az edző, azóta ezt várhatjuk el a Paksról, de visszatérve egy kicsit a Fradihoz, itt egyenlőre egy átigazolás volt, az Fortune Bassi Csehországból érkezett, a Cseh első osztályból, ott rúgott a szem egy olyan 10 gól környékén most ebben a félszezonban. Ez egy egész jó mutatónak mondható. Én megmondom őszintén, hogy itt az Afrika Kupa miatt ugye a mai távol léte, arra egy pótlásnak jó lehet, de hogy három csatár van, az szerintem nagyon problémás tud lenni. Ugye Boli volt itt a kezdőcsatár a DAC elleni felkészülési mérkőzésen, őt megnézhettük. Egyébként azt a meccset figyelve a nem mutatott annyira jól. Tehát első fél már 2 0 hátrányban voltak, és egyszerűen tehát a második fél sem sikerült gólt szerezni. Korábban szerettem nézni Boli-nak a játékát, de hogy mondtad, hogy három csatár van a keretben, egyébként ezt a Fradi elbírná, tehát szerintem azzal nem lenne gond, de azon sem lepődnék meg, hogyha, még hogyha nem is most télen, de a nyáron Boli távozna. Ez nem lenne meglepő szerintem. Felvetődött egyébként már most télen is, tehát Törökországból vannak hírek, hogy esetleg oda szerződhetne Boli. De szerintem beszéljünk még egy kicsit a nagy rivális csapatról, az Újpestről, ahol a tulajdonos úr távozóban van, ugyan, de azért még igazolt egy új edzőt a csapatnak, mi a Lőning, ugye távozott már a Újpestről. Az új edző pedig Újpesten Milos Krustic, aki korábban dolgozott ugye Bulgáriában és Szerbiában is, szerb lévén nyilván. Nem tudom, mit várható ettől az Újpestől, meg ettől az edzőtől, de ha a számokat nézzük korábbról is, ez az Újpest alapvetően Öninggel nem hozta ki magából azt a teljesítményt, ami benne volt, és szerintem Öninget ezért sem lett volna érdemes elküldeni, mert egyszerűen a szerencse úgyis melléjük állt volna egy idő után. Az alapozó számok Öninget igazolták, Megnéztem, hogy hogyan alakult az XG különbség ugye az nb 1 es csapatok között, és az Újpestnek ez a harmadik legjobb. Nincsenek túl messze a Fraditól, viszont mögöttük egészen messze van a videóton. Tehát úgy néz ki, hogy XG különbség alapján ők stabilan tartanák a harmadik helyet, hogyha ez így lenne. Viszont azt is látni kell, hogy ők az egyik legnagyobb alulteljesítők. Tehát, hogy nem igazán rúgják be a helyzeteiket, és ami szerintem sokkal inkább szomorú, hogy nagyon-nagyon túlkapják ezeket. Ezért összességében azt gondolom, hogy nekik nem lesznek kiesési problémáik. Én bízom benne, hogy ez valamilyen szinten ki fog egyenesedni. Így kicsit a műsor végéhez közeledve azt hiszem itt is tippelhetünk némi érdekesség gyanánt, hogy mi kit várunk. Én azt hiszem, hogy ugye tippeltünk gólkirályt az Afrika kupánál, talán itt, itt sincs kérdés, hogy Ádám Martin mind a kettőnknek a listáján az élen szerepel. Ez teljesen egyértelmű. Amíg a Paks ezt a játékot játsza, addig szerintem nem is lehet kérdéses, és szerintem itt azt még említsük meg, hogy már 15 gólnál jár Ádám Martin, ugye itt a szezon felénél, és hogyha jól emlékszem, az előző években nagyon-nagyon ritka volt az, hogy akár egy gól király eljusson 20 gólig is sőt, hát még azt, még azt meg se tudták nagyon közelíteni. Hát például Radó András 13. 13-mal, igen. És hogyha azt nézzük, szerintem most Ádám Martinnak bőven megvannak az esélyei, hogy egy 20 gólnál erősebb szezont tudjon maga mögött. Azt nézzük, hogy ki lesz Magyarországon a bajnok. Ez szerintem megint nem kérdés, itt, itt a Fradi, de szerintem ebben megint egyet tudunk érteni. Természetesen egyetértünk egyébként. Viszont ami kérdés az az, hogy ki fog kiesni. Én ö, annak ellenére, hogy egy gyirmót igazolt, jó pár játékost most itt a átigazolási szezonban, egyértelműen kieső helyre várom őket. A másik, de persze majd mondhatja -e nem, a másik kiesőnk ki lehet. Itt három jelölt közt vaciláltam leginkább, a már általad említett gyírmót. Az MTK és a Debrecen, nálam az a három csapat, aki esélyes erre. Mm, a Debrecen szerintem nagyon-nagyon felül teljesített, tehát, hogy alig-alig dolgoztak ki helyzeteket, arra viszonylag sokgol tudtak rúgni. Emellett szerintem az MTK is egy viszonylag gyengébb teljesítmény nyújtott. Igazából szerintem ez a három csapat, ami itt szóba jöhet. Ha most tippelnem kéne, mm, nehéz, lehet, hogy most mondok egy bátrat, és azt mondom, hogy a Debrecen vissza fog esni. Én azt gondolom, hogy a mezőkövesnek meg lehet az esélye arra, hogy kiessen, vagy az alaegerszegnek, akik ugye, én azt hiszem, hogy nagyon, nagyon nehéz azt a játékos mozgást kezelni, amit, ami ott zajlik általában, és lehet, hogy simán vissza fognak esni a tavaszi szezonban volt ne de én azért bízok Robinak az edzői kvalitásaiban, én, igaz, Subka is, de valamiért ezt a mezőkövesetet én nem érzem erősnek. A Debrecen szerintem tud feljavulni, és vonal fölött éppen, hogy benn maradnak. Újpestet és az MTK-t én nem várom kieső helyre, mert ugye, hogy beszéltük a számok alapján, nekik nem ott kéne lennie. És én azt mondom, hogy kiesik a mezőköves és a gyirmót. És azt hiszem, hogy végre is értünk a a mondandónak. Nos, az MB 1 ugye január 27-én kezdődik, hamarosan, a Fradi és a Felcsútnak az összecsapásával. Azon a hétvégén ugye már 29-én a Paks fog játszani az ET-vel. Várjuk, nagy örömmel. Igen, köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok!